A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy olyan vendéget hívtam meg ma hozzánk ebbe a műsorba, aki nagyon sokat tett azért, hogy a népzene, a kórus zene és általában a magyar zene egy olyan helyet foglaljon el Székesfehérváron is, ami méltó hozzá. Knejfel Imre a vendégem. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz. Nos, hát tulajdonképpen búcsúzni jöttünk egyik oldalról, hiszen ott voltunk a búcsúdon, amikor is a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola igazgatói székétől megváltál. Másrészt viszont természetesen erről is esik szó, ahogy a pályádról is, de mivel nagyon közel van hozzánk a Zenevilágnapja, és az idén ismét sikerült megrendezni immáron 16. alkalommal Székesfehérváron, és egy fantasztikus csoda volt mindenféle értelemben, és ott átvehettél egy, ha úgy tetszik, egy életműdíjat nyugdíjba vonulásod alkalmából, Cserpakovics Andrástól és Brájer Évától, de ami nem különben fontos, hogy az Alba Régia vegyes kar pedig Fricsai díjat kapott a szakmai grémium döntése alapján, tehát ezek azt hiszem nagyon jó dolgok. És mielőtt elkezdenénk beszélgetni a pályádról, nézzünk meg akkor a Zenevilágnapján természetesen egy olyan képsort, ahol te vezényeled az összkart. Most nem magyar névdal szólalt meg, természetesen. No, hát kezdjük a pályáddal, hiszen azt tudjuk, hogy 1978-ban diplomáztál a Zeneakadémián, középiskolai énektanárként és karvezetés szakon, és azt hiszem, hogy a te utad egyszerűen nem vezethetett másfelé, hiszen a Knejfel család a tradíciói ezt megkövetelték. Ez biztosan így van. Sok esetben láttuk, hogy ez eléggé meghatározza egy ifjú ember útját, hogy milyen családi örökséggel, hagyománnyal és irányítással vagy útmutatással indul neki az életnek. De hát azért ehhez kellett az is, hogy olyan tanárok alatt induljak útnak, olyan tanárok keze alatt, akik ebben nagyon sokat segítettek, így Horányi Otília, aki a Vasvári Pál gimnáziumban, akkor ott működött az énekzenei gimnázium, tehát ott felkészített erre a életre és erre a pályára, hiszen ott kórusokban énekeltem, és hát magára felvételre is ő készített fel. Aztán a Zeneakadémián persze megkaptam. A Karnagyi Pálcát ugye Knejfel Ferenctől, nagybátyától vehetted át. Én azt hiszem, hogy ez eleve elrendelés volt. Hát ő vezette akkor már hosszú idők óta a akkor építők Alba Régia kórusát, és amikor a diplomámat megszereztem, akkor ő hívott oda. Kiskarnagynak, másodkarnagynak sokféleképpen mondták, és akkor együtt vezettük egy darabig, és 1991-től. Milyenek voltak a kezdeti évek, hiszen ahogy mondtuk, 78-ban diplomáztál, és a Vasvári Pál gimnáziumba kerültél, jó helyre, ha úgy tetszik. Igen, vissza a gimnáziumomba, és hát ott rögtön kórusokat vezettem, sőt, néptáncot oktattam, és az óvónő képzőben, az óvónő szakközépiskolában tanítottam énekzenét, ott is kórust is vezettem,
és aztán előbb-utóbb az énekzenei tagozaton is kaptam osztályokat, és készítettem föl fiatalokat a zenei életre, vagy egyáltalán az életükre zenével. És ez abban az értelemben kiteljesedett, hogy természetesen előbb-utóbb jött a nagy gondolat, egy olyan népzenekar, amelyik máig elkísér bennünket. Én azt hiszem, hogy aki a Tilinkó nevet nem ismeri a magyar népzene történetében, az semmit sem tud erről. Hát tehát egy csoda csapat voltatok, vagytok. Hát az pedig a táncház mozgalom nagyon intenzív bővülése, fejlődése időszakára esett, amikor ifjonti hévvel mi is belevetettük magunkat a népzene tanulásába, művelésébe, és hát adódott, hogy az akkori Fejér megyei népi együttes kísérőzenekara lettünk, és hát a táncházakban pedig hát azt mondhatom, hogy óriási gyakorlatra tettünk szert, nem csak azért, mert ezek a táncházak éjjel kettőig is eltartottak, vagy akár 4 óráig is, hanem mert óriási anyagot az akkor meg frissen megismert területek, tehát Erdély, Kalotaszeg, Szék, Mezőség, vagy Felvidék, vagy Délalföld, vagy akár a román zenei anyagok akkoriban végig vonultak a mozgalmon, és mindenki habzsolta szinte ezeket a területeket, ezeket a szép zenéket, táncokat, és mi ekkor voltunk a legintenzívebb, legaktívabb korszakunkban, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a világot is bejártuk, és nagyon sokat muzsikáltunk, tánc alá kísértünk táncegyütteseket. Igen, hát akkor még éltek a legendák, Kallós Zoli bácsi és a többiek. Én azt hiszem, hogy nagyon sok mindent lehetett elsajátítani, megtanulni, átörökíteni, haza, otthonról hazahozni, ha úgy tetszik. Viszont természetesen a tanítás volt az egyik legfontosabb akkoriban. Tehát a Tilinkó mellett. Hogyan tudták kiteljesedni a tanításban, hiszen előbb-utóbb jött a következő létrafok, nyilván akkor majd a Kodályról is kell, hogy beszéljünk. Hát, hogyan? Apró munkával, hogy úgy mondjam. Tehát az énekzene órákon énekelni, Kottát olvasni, zenetörténetet hallgatni, egyáltalán zenével ismerkedni és azzal együtt élni. Talán ezt tanítottam a gyerekeknek, akár gimnáziumban, akár később általános iskolai egy-két osztályban. Hogyan lehetett csapatot gyűjteni magad köré, amikor eljött az a pillanat, 1993-at írtunk, amikor a Kodály és a Béketér egyesült, és ugye akkor már egy összevont intézményt vezettél, ami azt hiszem, hogy ma is meghatározza a Székesfehérvár zenei életét. Hát 1993-ban lettem igazgató, akkor még az Énekzenei Általános Iskolában, ahol amin éppen elindult a gimnáziumnak a felnövekedése, és ez pedig a Széchenyi utcai épületben történt. Majd 96-ban vonódtunk össze az akkori Béketéri Általános Iskolával, ahol hát valóban egy olyan iskola, ami több feladatot is ellátott, kezdte meg a működését így, ebben a formában, amihez aztán később csatlakozott a művészeti képzés, külön alapfokú művészeti iskola, és így alakult ki ez a ma is működő, hát elég sok célú intézmény, ahol általános iskolában tanítunk, gimnáziumban tanítunk, itt ugye énekzenei tagozatos osztályok működnek, és mind a 4 művészeti ágban pedig gyerekeket nevelünk, zenei, képzőművészeti, szín és táncművészeti szakokon. Hogy lehetett fejlődni évről évre? Hiszen megszokhattuk, hogy rengeteg megmérettetés van, mármint a növendékeknek is, és ebben rendkívüli felelősség hárul a pedagógusokra is. Ha most a mi fejlődésünkre gondolsz, hát az úgy megy, hogy az ember előveszi a kottát, tanulmányozza, megtanulja a művet és megpróbálja átadni és megtanítani a gyerekeknek. Ha az iskola fejlődésére gondolsz, akkor hát az megint csak egy apró munka, egy bozót harc, mondhatom így, mert úgy átadni gyerekeknek minél több, minél szebb élményt szerezni nekik, az csak úgy lehet, hogyha az ember az apró munka közben sem veszti el a lelkét, és tudja, mutatni tudja a gyerekeknek, hogy miért szép ez, miért jó. Egyszer egy régi táborban valaki megkérdezte
tőlem, mikor látta, hogy gyakorlok a brácsán, egyszerűen megkérdezte, hogy miért jó brácsázni. És nem tudtam neki válaszolni. Hát azt mondtam, hogy hát szép hangja van, és hogyha szép tisztán játszom, akkor az jó hallgatni. És akkor elgondolkodott, és azt mondta, hogy értem, de miért jó brácsázni? Újra megkérdezte, hogy erről nem tudok beszélni. Az, aki nyitott a szépre, a jóra, tehát azt felfogja, sőt igényli, hogy kapjanak, szépen beszéljenek vele, szép zenék érjék el, az vezethető, és az fejlődik. És hogy fejlődött az iskola? Hiszen nyilván a pedagógusokkal együtt népszerű lett a Kodály, tehát ez nem vitás, hiszen számtalanszor bizonyították a növendékeid is, nem csak a hétköznapi életben, hanem különböző versenyeken is, hogy komoly szakmai munka folyik. Hát ez annak köszönhető, hogy olyan tanártársaim, tanárkollégáim működtek, és tanító kollégáim működtek, akiket hát nyilván, most már elmondhatom, hogy 29 év után, hogy hát én vettem föl, én hívtam oda, én szerettem volna, hogyha nálunk tanítanak, akik ezt nagyon magas színvonalon és ahogy mondom, szívvel, lélekkel végezték ezt a munkát, és mindig támogatva azt az eredeti és alapvető elképzelést, hogy zenével, játékkal, tánccal, ami a gyerekeknek az életkorból fakadóan is az egyik legfontosabb eszköz. Hát ugye tudjuk, hogy a gyermek játszva tanul, játékkal tanul, és alapvető működési szükséglete, tehát a gyerek játszana bármikor. Ugye Kodály Zoltán is ezt mondta, hogy játszana, bár ő az éneklésre mondta, ha hagynák. Tehát ugye a felnőtteknek ebben segíteni kell, a játék terét megteremteni, a lehetőségét, és hagyni őket játszani. Na most, hogyha egy művészeti ágban játékosan közelítünk, és adjuk át a tudásunkat, akkor az a gyermek számára is vonzó. Még valami kell azért, a jó példamutatás, a jó példa mutatása. Tehát mondjuk egy zenész esetében, ha maga a tanár is zenész, az nem baj. És hogyha ahogyan ő elképzeli egy zene megszólaltatását, azt meg is tudja mutatni, és az mondjuk magával ragadó, vagy vonzó, akkor azért könnyebb dolga van, mint hogyha csak elmagyarázná, hogy menj át onnan oda, és akkor majd ott meglátod, mi lesz a feladat. Én inkább az ilyen utánam fiúk típus vagyok, és azt hiszem, hogy sok ilyen kollégám van, aki nem elmagyarázza, hanem mutatja is. És ez így van jól. És ez így van jól. Tilinkó. A Tilinkó folyamatosan itt volt előttünk. Én azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy néptánc és népzene, az rávágja, hogy Albarégi a táncegyüttes és a Tilinkó. Hogy kezdődött a Tilinkó? Hiszen az a csapat, a Juhász Balázs, Knejfel Gyuri, Polgár Zoli és természetesen te magad, a meghatározó szerepet játszott a táncegyüttes életében, és úgy általában a népzenei életben, itt Székesfehérváron is teszem hozzá. Hát ahogy említettem, ebben a felívelő, persze ma is feleivel, de abban a hősi korszakban éjjel-nappal muzsikáltunk. Azt hiszem ez a titka. Nagyon szerettük, nagyon érdekelt minket, kíváncsiak voltunk, ránk is óriási hatással volt ennek a népzenének a dinamikája, a temperamentumossága. A magyar népzene, hát ugye akkoriban az erdélyi volt a legizgalmasabbnak tűnő, ugye, ma is az egyébként, és ennek a izgalma magával ragadott minket, és a szépsége, és olyan sokat zenéltünk, hogy aztán már egyé váltunk azzal, hogy ezt az életet csak zenével lehet vinni, és az, hogy 5 percet muzsikálunk valahol, vagy este 6-tól reggel 4-ig, ez már szinte egybefolyt. Nyilván ez áldozatokat is jelentett, de annyira szerettük, és olyan színvonala volt ennek, és olyan vonzása a táncosok körében is, hogy ettől nem lehetett szabadulni. Hát tanulni kellett, ugye részt vettünk az akkori táncház vezetőképző és zenészképző tanfolyamokon, de hát mi magunk is rengeteget
olvastunk, hallgattunk zenét, próbáltuk megtanulni az egyes dialektusok nyelvét, hogy hogyan szól, mondjuk Dél-Alföldön hogyan szól, Szatmárban egy zene. Tehát sok száz dallamot tanultunk és gyakoroltunk, és játszottunk láb alá, mármint a táncosok lába alá. Tehát ez egy olyan idő volt, amikor észrevétlenül nőttünk fel ahhoz a feladathoz. A tánc, igen. Hogy el tudtuk kísérni, vagy kísérni tudtuk az Alba Régia táncegyüttest, mert ma már így hívják, táncosait, akár külföldi versenyeken, fesztiválokon. Tehát a Fejér megyei népi együttes, Alba Régia táncegyüttes, táncházak és az önálló koncertek mennyire jelentettek megerősítést, hogy jó úton jártok, mármint a népzene megismertetésében? Mert ez egy fontos misszió. Egy olyan küldetés, ami azt hiszem, aminek nincs párja, ha visszatekintünk. Hát igen, szakmai szempontból mindig ott volt mellettünk a magyarországi népzenészek közössége, hogy úgy mondjam. Tehát amikor találkoztunk más zenészekkel, hallgattuk őket, ők hallgattak minket, mindig véleményt formáltunk egymásról, és hát ennek során azért kifejlődött egy olyan elképzelés, és nekünk is az útunk, amiről beszéltél, ami biztosan egyenes út, és ez azzal is összefügg, hogy hát mondjuk ki, hogy a tiszta népzenét, a tiszta forrásból eredő népzenét támogattuk mindig is. Voltak, hát nem elhajlásaink, de próbálkozásaink, feldolgozások terén, és nem is voltak rosszak, de én úgy érzem, hogy kikötöttünk most már néhány évvel ezelőtt a népzenének a tiszta formái mellett, és annak az átadása mellett, és úgy látom, hogy ez jó. Nemrég muzsikáltunk Hegymagoson, és hát tulajdonképpen játszottunk mindenféle területről, szép dallamokat, hát összeállításokat nyilván egy területről az odavaló dallamokat, és olyan jó volt muzsikálni, és ahogy láttuk, nagyon jó volt hallgatni is. Ez a zene, ez egyrészt ugye egy használati zene sok esetben, mert táncot kísér, vagy énekeseket kísér, de önállóan, mint abszolút zene is megállja a helyét, és leköti az emberek figyelmét, magával ragadja őket, nagyon nagy siker volt. Mielőtt elfelejteném, ugye az imént említetted a Brácsát, hogy miként választottál be, miként választottál te magad hangszert? Hiszen azt még a mai napig is megcsodáljuk, amikor felcipelitek a színpadra. Hát ennek is egy fejlődés története van. Amikor abba kellett hagynom a táncot, mert zeneakadémista lettem, és már nem tudtam visszaállni a próbákra, akkor hát szinte pótcselekvésként valami hangszer után nyúltam, hogy megtanuljam, és akkor nagy példaképeim voltak előttem, a Mák Virág együttesnek a zenészei, és tulajdonképpen Bövényi Péter alias Döfke Brácsáját néztem ámulattal, nagyon szépen tisztán játszott, és hát ennek a hangzása az nagyon megragadott, és akkor elkezdtem gyakorolni. Hát egy-két évig hallgathatatlanul gyakoroltam, mert ugye amire ezt a tisztaságot elér az ember, addig vannak szörnyű órái, meg a szomszédoknak. De aztán hát bele szerelmesedtem, mondom, és ezt megtanultam. Később aztán úgy hozta a táncegyüttes története is, meg a mi milyenké is, hogy cimbalmozni kellett megtanulni, és akkor Ukrajnában, vagy hol is voltunk? Vorosilográdban, igen. Megláttunk a kirakatban egy cimbalmot, és akkor az a néptánc együttes meg Pesovár Feri bácsi is összedobtuk annak az árát, még rúbelben, megvettük, hazahoztuk, és akkor megtanultam magam után cimbalmozni azon a cimbalmon. Aztán, mikor később Petrovics Tamás barátom azt mondta, hogy mit akarsz ezzel a balalajkával itt, mert hát érdekes hangszíne volt, nem igazán cimbalomszerű cimbalom volt, és egyszer aztán azt is javasolta, hogy balta, egy üveg vörösbor és szalonna mellett vágjam össze ezt a cimbalmot, gyújtsam meg, süssem meg a szalonnát, és aztán igyam meg a bort. Akkor aztán
vettünk egy igazi címbalmot, egy magyar címbalmot, és hát akkor aztán teljesen át kellett állnom, mert egészen máshogyan voltak a húrok, tehát meg kellett tanulni egy új címbalomnak a hangolását és a hangrendszerét, és akkor ez volt az a második nagy tanulási folyamat, amikor, de hát ez már azért, ez már nem 40, ez már csak 25 évvel ezelőtt volt, vagy 30. De azóta is tart. Azóta is tart, igen. És hát így alakult ki ez a mostani formája a zenekarnak, ami a hagyományoshoz legközelebb állt, tehát hogy hegedű, kontra vagy brácsa, nagybőgő és cimbalom. Ez az elég teljesen jól hangzó formája a magyar vonorzenekaroknak. No, megérkeztünk a kórusokhoz. Ugye kell, hogy essék szó mindenképpen. Egy zeneiskolát azt mondják, hogy nagyban minősíti a kórusai. A töpörtjüktől a nagyocskákig, a középiskolásokig egyaránt, úgyhogy ezzel az énekzenei általános iskolának és aminak semmi problémája nincsen, hiszen ez bebizonyosodott már számtalan rendezvényen. Viszont az Alba Régia vegyes karról kell, hogy beszéljünk, hiszen évszázados története van, és most ezen a zenei világnapon egy megérdemelt jutalmat vehetett. Tehát kezdjük az alapon, hogy mikor kerültél közel az Alba Régia vegyes karhoz. Hát 1978-ban diplomáztam, és akkor a saját nagybácsim, Neifel Ferenc, aki akkor vezette a énekart már sok-sok éve, hívott oda segédkarnagy, kiskarnagyként. Tehát, hogy én is vezényeljem, vezessem a kórust, és akkor ez 1991-ig így volt. Akkor összevontunk két kórust, mert én nekem az Ikarus ifjúsági vegyeskar akkor még a kedvenc saját tanítványaimból szervezett kórus a vegyeskara volt, de ezt már nem tudtam volna továbbvinni a két kórusnak a esti próbáival, közben családos ember is lettem, tehát össze kellett ezt vonni, és ez az összevonás 1991-ben történt, és attól kezdve vezetem egyedül a énekkart. És hát a hagyományos magyar amatőr kórusok útját jártuk, minősüléstől minősülésig, és koncerttől koncertig részt vettünk a város különféle zenei rendezvényein, van, amit mi kezdeményeztünk, van, amihez csatlakoztunk. Ezek egyházi ünnepek, a város nagy eseményei, aztán később ugye az itt elindított opera előadásokban is részt vettünk. A Muzika Régia keretében talán még ismeretes, emlékezetes sorozat volt, ahol Mászkányi Paraszbecsület című operája volt talán az elsők egyike, amit még Drahos Béla barátunkkal adtunk elő a város főterén, a városháztéren. De aztán a Figaro házasságától kezdve oratórikus műsorokig, akár a Beethoven 9. szimfóniáig, vagy a 20. századi egyik világi oratórium, ugye, Orff Carmina Burana-jának az előadásáig nagyon sok hangversenyen részt vettünk, és ebben tulajdonképpen egy olyan hagyományt folytattunk, amit annak idején a Primavera énekkar kórus kezdett Horányi Otilia vezetésével, hogy az amatőr kórusok vegyenek részt oratórikus, nagyobb lélegzetű művek előadásában is. Ezek többnyire templomban szervezett koncertek voltak, és hát ebben mi örömmel szerveztük be magunkat, mert ezek óriási zenei élmények a kórusnak is, és hát a közönségnek, aki egyébként pedig a saját közönségünk, mert ebben a városban élnek ezek. Így van. Mennyire jelent megerősítést egy kórusnak egy ilyen szakmai elismerés, mint a zenei díj, a Fricsai zenei díj? Hát ez mindenképpen azt jelzi, hogy ezt a munkánkat, ezt a szép munkát, ezt jó irányba és jó színvonalon tesszük, mert hallgatható, és szeretik hallgatni az emberek. Ez ennek a visszajelzése tulajdonképpen, hiszen ha ez egy szakmai grémiumig is eljut, ennek a híre, az azt jelzi, hogy sokan,
sok hangversenyen, sok előadáson hallottak minket, és a tetszésüket elnyertük. És hogy fogadtad az elismerést? Ugye ez titok volt, még nekünk is azt mondták a koncert előtt, hogy nehogy megemlítsük, hiszen megéltük, hogy egy nagyon szomorú, bensőséges hangulatú ünnepségen búcsúztál nyugdíjba vonulásod alkalmából. Én azt hiszem, hogy az megérintett mindenkit, most nem különben, hiszen ilyen vastapsot már nagyon régen láttunk az Alba Régia csarnokban. Igen, hát megható volt, és meglepetés volt, mert nem tudtam róla, ügyesen konspiráltak az ismerőseim, barátaim, rokonaim, úgyhogy akkor kezdett gyanúsá válni a dolog, amikor azt láttam, hogy a polgármester úr folyamatosan engem néz, és hozzám beszélt, pedig egy jó 30 méterre voltam tőle, mert elmentem a sarkomba vissza ott a küzdőtéren, készülvén a következő műsorra, és amikor aztán ott az Imre bácsit megemlítette, hogyan a gyerekek szólítanak, akkor esett le a tantusz, hogy itt még valami lesz, valami összeesküvés szőttek ellenem, értem, mellettem, nem is tudom, hogy hogyan mondjam, és tulajdonképpen ez a város vezetőjétől egy olyan elismerés, amely hát azt is elismeri, hogy itt az is a városnak egy fontos és jól működő iskoláját 29 évig végül is valahogyan elvezettem, és hát ezért a köszönet és a megbecsülés szavait hallhattam, és ezt én nagyon köszönöm, mert ez azt mutatja, hogy ezt figyelemmel követték, elismerik és örülnek neki. Nos, kedves Imre bácsi, egy kérdés maradt hátra, a hogyan tovább? Hát az átmenet napjait, heteit éljük, a munka és az élet nem áll meg, úgyhogy más beosztásban, más körülmények között, de folytatom, amit tudok. Tehát a Tilinkó, az Alba Régia vegyes kar és a Kóta ugyanúgy? Tilinkó, Alba Régia kórus, de az iskolában is. És az iskolában természetesen. Tanítok, igen, úgyhogy ott a kórusok is megvannak ugyanúgy, és tanítok a gimnáziumban is, de az általános iskolában is egy-két órát. Úgyhogy tulajdonképpen talán az igazgatói felelősség az, ami most már nem követi, vagy nem kíséri a napjaimat, de egyébként ez sem így van, mert nem tudom magam kivonni azért dolgok alól, hiszen nagyon szeretném, hogyha továbbra is az iskola jól haladna, jól működne, és ez a zenei nevelés, amely azért a titka annak, hogy ez egy jó iskola, és jó hangulatú iskola, ahol a kollégák egymást is szeretik, a gyerekeket is szeretik, és a gyerekek szeretnek ebbe az iskolába járni. Ez azért elég szorosan össze van kötözve azzal, hogy itt minden nap énekelünk, táncolunk, mosolyogva ismerünk rá ismerősünkre, köszönünk, nem viselünk sapkát az iskolában. No, hát én ehhez kívánok erőt, egészséget, hiszen példa és példakép vagy emberöltönyi távolság óta itt Székesfehérváron és a magyar népzenei életben is feltétlenül. És hát várjuk a továbbiakat, mert hogy ez egy végtelen történet, bízunk benne. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kneifel Imre volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.